szerintem mindenfajta fest jó alkalom a középiskolásoknak, és jól hangzik, és fiatalosan és lendületesen hangzik, és ahogy itt az ember végig sétál, tényleg nagyon zsongás van. Fiatalok tanulnak fiataloktól arról, hogy miért érdemes az ELTE-re jönni. Gimnazistákra szabtam ezt az előadást, van benne tudomány és van benne népszerű tartalom. Arról szól, hogy mondjuk egy gimnazista, amikor találkozik egy autizmussal élő osztálytársal, akkor milyen tudományos tények mutatják azt meg, hogy ő hogy viselkedik egy ilyen osztálytársal, mik a lehetőségek egy ilyen kapcsolatban, és merre kéne tartanunk. Ezen kívül megmutatom, hogy az MTA-ELTE autizmus szakmódszertani kutatócsoportban miken dolgozunk annak érdekében, hogy ez a szélesebb társadalmi befogadása az autizmussal élő embereknek megtörténhessen. A természettudományos kutatásoknak, illetve a ehhez kapcsolódó természettudományos oktatásoknak az egyik fellegvára, ha mondhatom így, az ELTE, TTK, fizika, kémia, matek vagy a földtudományok, utóbbit képviselem én az őslénytan vonalán, ahol az ember gerinces fosszíliákat talál, ezeket kiszedi a kőzetből, a sok millió éve lerakódott üledékes kőzetekből, és ezeket vizsgálhatja, tanulmányozhatja. A természettudományos pályának a választása az azért fontos az én szememben, mert tudtam, hogy ha egyszer sikerül azon a téren dolgozhatok, amit elképzeltem, azaz a dinoszauruszok kutatása terén, akkor boldog ember leszek, nem úgy megyek be a munkahelyemre, hogy már megint dolgozni kell, már megint hétfő van, hanem élvezettel tudom ezt csinálni. A másik pedig az, megadatik az a lehetőség az évek során, hogy valami olyat találjunk, olyat fedezzünk fel, és olyat tanulmányozzunk, amit előttünk még soha senki, és az új információkkal gyarapítja nem csak a tudományt, nem csak az őslénytant, hanem a társadalmunkat is. És ez a legszebb dolog a világban, hogy végül is nyomot hagyhatsz benne, és nem csak egy szürke íróasztal mögött töltöd életed jó részét, és várod a nyugalmas nyugdíjas éveket. Az ELTE Lágymányosi kampuszán nagyon nagyszámú és nagyon izgalmas világszínvonalú kutatás, fejlesztés és ipari együttműködés zajlik, ami jó lehetőséget jelenthet azoknak, akik nálunk tanulnak, hogy belepillantsanak ebbe a világba. Itt a legmodernebb génterápiás állatmodelleket, adott esetben gyógyszerfejlesztésről számoltam be. Egy olyan egeret is bemutattam, ami, hogyha megvilágítjuk egy kék fénnyel, akkor zöldesen fluoreszkál. Azt gondolom, ez volt az egyik legérdekesebb a hallgatók számára. Olyan kutatókkal és fejlesztőkkel lennének körülvéve, és olyanok tanítanák őket, akik tényleg a világ legmagasabb szintjén képviselik a saját tudásukat. És ez világszinten használható, természetesen Magyarországon is. Az ELTE Fest elsőbb azért fontos, mert azért 17-18-es korban az ember azért nem nagyon tudja még, hogy pontosan mi szeretne lenni. Nagyon hasznos az, hogy meglátogassa azokat az intézményeket, amelyek potenciálisan érdekelni fogják, vagy érdekeltük azokat a szakterületeket, hall valamit azokról még, közvetlenül kapcsolatot tud kerülni azokkal, akik tudnak neki több információt adni, segíti a diákokat ahhoz, hogy megfelelően tudják választani, és ne vesztegessen kell egy-két évet azzal, hogy mondjuk egy rossz választás miatt ennek egy olyan egyetemre, főiskolára, amiről kiderül, hogy mégse oda akarnak, utána vártani kell. Már csak egy 5-10-15%-uknál sikerül ezt kiküszöbölni, akkor az ELTE Fest az már is olyan hasznos volt, amilyen hasznos csak lehet.